A 3,5 éves Borzi éppen az ivartalanítás előtti vizsgálatokon esik át, pár perc múlva pedig már altatásban fekszik a műtőasztalon. A gazdája többek között azért döntött az ivartalanítás mellett, mert ezzel nem csak a nem kívánt szaporulat, számos betegség is megelőzhető. Megszűnik a tüzelés, az álvemhesség, a mély gyulladás veszélye és az emlődaganat kialakulásának esélye is minimálisra csökken. Szuka kutyáknál az első ellést sem kell megvárni. Ez mítosz, szerencsére ez ilyen néphiedelem, semmi tudományos, semmi egyéb magyarázata nincs, hogy miért lenne ez jó, teljesen tévhit ez a dolog, tehát nem kell ilyet megvárni. Bele kell csak gondolni, a kutyák nem úgy élik meg az anyaságot, tehát az a 4-6 hét, amíg a kiskutyák ott vannak, addig igen, de gyakorlatilag később találkozik saját kölykével, lehet megismeri, lehet nem, de nem úgy viszonyul hozzá, mint az ember a gyerekéhez. Az ivartalanítás ma már szinte teljesen kockázatmentes. A kutya egészsége és fizikális állapota befolyásolja csak, az életkora alig. Idős kutyánál bármikor lehet, természetesen a kockázati tényezők, illetve rizikófaktorok ilyenkor sokkal magasabbak. Nagyon fiatal kutyánál nem javasoljuk. Amerikai iskolák azok már az oltási sor végén, azaz pár hónaposan, pár hetesen megcsinálják az ivartalanítást, mind kutyánál, mind macskánál. Mi alapvetően a fél éves kor után szeretjük, egy éves kor környékén elkezdeni az ivartalanítást. Az Állatbarát Alapítványhoz napi szinten bekerülő állatok 90%-a ivaros. A nem kívánt szaporulat kölykei ráadásul férgesen, bolhásan érkeznek meg a menhelyre. Egyre gyakoribb, hogy nem csak a kicsiket dobják ki, hanem az anyakutyát is. Eddig tulajdonképpen csak a kölykök kerültek be, 6-osával, 8-asával kihaigálva az út szélére, zsákokba kötve, kanálisba, folyóba bedobva, és tényleg csak a szerencsének köszönhető, hogy ezek a kiskutyák megmenekülnek, hogyha rájuk talál valaki, de elképzelésünk sincs, hogy hányan halhatnak meg kint az utcán. Viszont mostanában a legnagyobb probléma az, hogy anyástól együtt hajítják ki ugye a kölyköket. Így legalább az állatotthon dolgozóinak a kölyök kutyák táplálásának problémája megoldódik. Számtalan olyan esettel is találkoznak, amikor fajta tiszta kutyáktól válnak meg a szaporítók, mert már nem olyan mennyiségű és minőségű almot hoznak világra. Többek között ezért üzemel jelenleg is teltházzal a Csatorna utcai menhely.